Az első világháborúban készült, korábban még sosem publikált fotókkal, korabeli használati és dísztárgyakkal járja az általános és középiskolákat Hegyi Endre. A fényképész rendhagyó történelemórákat tart a diákoknak, amelynek az a célja, hogy a tanulók megismerjék a háború egy másik oldalát is. Drága hűfeleségem, értsd meg, nekem most a hazát fegyverrel kell szolgálnom. Így hangzik az egyik idézet, amelyet egy az első világháborúból hazaküldött képeslapra írt a fronton szolgáló katona. Ilyen és ehhez hasonló fotókkal járja a közép- és általános iskolákat Hegyi Endre fényképész. A rendhagyó történelemórák célja, hogy a diákok megismerjék a háború azon oldalát is, ami nincs benne a történelemkönyvekben. Hegyi Endre nagyapja is részt vett az első világháborúban. A fényképész már gyermekkorában is szerette nézegetni az innen hazakerült relikviákat. Felnőttként pedig úgy döntött, gyűjtőmunkába kezd, és ismerősök, rokonok segítségével hozzájutott számtalan fotóhoz, képeslaphoz, levélhez, sőt még használati és dísztárgyakhoz is. Elmondása szerint a gyerekek körében nagy az érdeklődés ezek iránt, a diákok nagy élvezettel hallgatják az órákat. Egyik személyes kedvence az a fotó, melyen a 46-os ezred katonái láthatóak. Egy táblát tartanak a kezükbe, mindannyian vásárhelyiek vagyunk, saját akaratunkból készítettük ezt a fotót, csókolunk édesanyám, csókolom a húgomat, és az elején egy táblát tartanak a kezükbe, üdvözleteket küldik a 46-os bakák. Még ilyen képet nem láttam, hogy csupa vásárhelyi katona. Egy másik megható fotót is megemlített Hegyi Endre, amelyen katonák kisebb csoportja látható, és mindannyian a feleségük és gyermekük képét tartják a kezükben. Ez adott nekik erőt a háborúban, túl kellett élniük a családjukért, magyarázta az előadó. Érdekesség, hogy például a közeledő karácsonyi ünnepek alkalmával saját kezüleg készítettek üdvözlőlapokat a bakák az otthoniaknak. Az eredeti fronton készült, korábban még sosem publikált fotókon kívül üveglemezeket, kulacsokat, evőeszközöket, képkereteket, ágyúhüvelyből készült virágvázát, fából faragott képtartót is láthattak a tanulók.